Hogyan készül? Mi lesz az első feladat egy igazságügyi miniszterként? Sok feladata van egy igazságügyi miniszternek, és hát tulajdonképpen azt a munkát kell folytatni, amit elkezdett a korábbiakban Varga Judit is. Egyrészt a szuverenitási védelem területén is, hiszen ezzel kapcsolatban is, mint ahogy mostani előadásomban is elmondtam, nagyon sok feladat vár még ránk, hiszen a különböző, nem újdonságról beszélünk, lopakodó jogalkotásnak is valamilyen formában ellen kell állni, ez nem csak magyar feladat egyébként, hanem más országoknak is a feladata, régóta problémája is, és természetesen az is nagyon fontos kérdés, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a következő időszakban a joggyakorlatot, ami érinti természetesen a bírósági joggyakorlatot is, hogy vajon azokban a döntésekben érvényesülnek-e azok a jogalkotói szándékok, amellyel a jogszabályokat létrehoztuk. Hogyha ez nem érvényesül, akkor valami hiba van a jogrendszerünkben, hiba van a jogszabályban, akkor a jogszabályokhoz hozzá kell nyúlni. Miért kellett az, hogy az uniós ügyek kerüljenek el a tárcájától? Lesz most egy soros uniós elnökség, ami nagyon sok szervezési feladatot fog kívánni. Tehát az, aki viszi ezt a területet, annak nagyon sokat kell azon dolgozni, és ez egy teljes embert kíván, hogy a következő időszakban sikeres legyen az Európai Uniós elnökségünk. Ezért ezt én úgy gondolom, hogy ez érdemes leválasztani az igazságügyről. Az igazságügynek megvannak a maga feladatai, az Európai Uniós jogalkotás területén is természetesen, de ezt a típusú szervezési feladatot ezt mindenképpen le kell róla választani. De az uniós jogállamisági kritikákkal önnek kell majd foglalkoznia? Természetesen, tehát ami jogi kérdés, az továbbra is az igazságügyi minisztériumban marad. Az egy más kérdés, hogy fel kell készülni egy Európai Uniós elnökségre, meg ott bizonyos ügyeket képviselni kell a különböző intézményrendszeren belül is. Azok a feladatok átkerülnek oda, de ami a jogrendszerről szól és a magyar jogrendszer működéséről, akár az európai és a magyar jog összhangjáról, a kettőnek a szinkronizálásáról, az továbbra is az igazságügyi minisztériumban fog maradni. Vladimir Putyin háborús bűnös? Ezt a kérdést majd a bíróságnak kell feltenni. Ugye minden olyan esetben, amikor egy ilyen kérdés felvetődik, akkor ezt egy bíróság tudja eldönteni. Aztán természetesen majd meglátjuk, hogy ezek a bíróságok hogyan döntenek. Ezek nagyon komoly, és hogy is mondjam, nem csak a nemzetközi jogon és a nemzetközi politikán múló kérdések.